Megkérném először Mátyás Csaba professzor urat, hogy ennek a témának a talán közöttünk legavatottabb szakértőjeként ennek a kérdéskörnek a problémáját úgymond vezesse fel egy rövid prezentációban, illusztrált prezentációban, hogy utána tudjunk miről beszélgetni, és utána mennénk ebben a sorrendben tovább. Rektor úr, nagyon szépen köszönöm. Azt hiszem a hihetőségemhez nem fér kétség, főleg akkor, ha elmondom, hogy nem Magyarországon végeztem, mint erdőmérnök. Tehát nem vagyok benn valami branchba, amelyik egy bizonyos szempontot akar érvényesíteni. És van egy másik dolog, ami miatt én nagyon szerettem volna bekerülni ebbe a panelbe, rektor úrnak ezzel meglepetést okozva, ez pedig az, hogy volt egy nem megvalósult projektem. 50 éve foglalkozom a trópusi esőerdőkkel, így ahogy mondom, 50 éve, tessék elképzelni. Képeket fogok mutatni, amik mind a helyszínen készültek. Én nem hiszem, hogy bármi valódi újat tudok mondani vagy mutatni, mert hiszen mindent láttunk már, mindent hallottunk már. Ennek ellenére én a helyszínről szeretnék egy rövid közvetítést produkálni arról, hogy is állunk az Amazonasszal. Én az eredetileg tervezett címet, hogy égnek az Amazonas esőerdője, egy kérdőjellel látnám el, mert azt hiszem, nagyon sokba fölmerül a kérdés, hogy igen, ez kelleni fog, köszönöm szépen. Sokakban felmerül feltetőleg a kérdés, hogy létezik az, hogy az esőerdők égnek, mikor ott állandóan esik az eső. Hogy tud az esőerdő égni? Én azt gondolnám, hogy ehhez az első dolog, amit produkálni kell, ugye azt kell megnézni, hogy hol ég egyáltalán az esőerdő. Ezen a képen egy kicsit eltorzítva, de nagyjából helyesen, ahol nem stimmel, a Gineáknál, ott nem jó, az Amazonas medencéjének a körülhatárolása egyébként jó. Amit mindjárt látunk az, hogy nem az egész Amazonas medence ég, másik oldalról pedig azt látjuk, hogy az Amazonas medencén kívüli területek is égnek. Itt rögtön szeretnék Kósa úrnak arra a híres bozótos megjegyzésére reagálni, amit az ellenzéki sajtó aztán kihasznált, hogy már megint mit mondott. Én nem vagyok Fidesz párti, de szeretném közölni, hogy Kósa nem mondott hülyeséget, ugyanis itt a térképen is látjuk, hogy az égő területek nagy része tulajdonképpen Amazonas medencén kívül van. Hogy miért kell mégis az Amazonasszal foglalkozni, ezt el fogom mindjárt magyarázni. Na most ennek az esőerdő problémának a tisztázására szeretném bemutatni ezt az ábrát, ahol három csillagot látunk, három helyszínnek a klímáját megnéztem, és ezt ki is vetítem rögtön, tehát a perui oldalról, a legnyugatibb oldalról megyünk el az Atlanti partig, három helyszínt nézzünk meg. Ha megnézzük a perui helyszínt, Iquitost, ami az Andeszek lábánál van, azt látjuk, hogy ugye a kék oszlopok a csapadék mennyiséget jelzik. Gyakorlatilag éven át minden hónapban majdnem azonos mennyiségű csapadék hullik, iszonyú mennyiségű, éves szinten 2800 mm csapadék jön le. Ugyanakkor egy halvány fehér vonalat, nem tudom, de látszik azért. Látunk egy, nem fehér, bocsánat, piros vonalat látunk. Végig az az átlagos napi középhőmérséklet. Ez a napi középhőmérséklet, ez olyan magas, mint amilyen a legmelegebb magyarországi júliusi napok klíma átlaga. Tehát ez a napi középhőmérséklet éven át szinte minden változtatás nélkül fönnáll. Tessék elképzelni ezt a klímát. A másik véglet, ugye Manaus az középen van, már kevesebb csapadékkal. A másik véglet ugye Blame. Blame-nek az átlag hőmérséklete kicsit alacsonyabb, látjuk, hogy már csak 23,5 fok. A csapadék sokkal kevesebb, ugye az Atlanti óceánnak a mérséklő hatása érvényesül. Ami nagyon feltűnő az, hogy Blame-be gyakorlatilag az év fele kifejezetten arid, alig esik valami, 6 hónapon keresztül tök száraz, ami azt jelenti, hogy hát ott bizony először is nincsenek igazi esőerdők, másodszor meg nagyon könnyű ott tüzet gyújtogatni, magától is gyullad. Na hát akkor közelítsünk, ez most 1986-os felvétel,
A minőségre vonatkozólag még megjegyezném, hogy ezek diáról vannak visszacsinálva, úgyhogy kicsit gyenge a minőség, de az, hogy autentikus, ezt azért tessék értékként tudomásul venni. Tehát közelítünk az Amazonas nem forrásvidékéhez, de közelebb az Andokhoz. Baromi lustán folyik a folyó, ezt úgyis tudjuk, mindenki százszor látta már. Még közelebb jövve látjuk, hogy az erdőben tulajdonképpen igazi struktúra nincs, de még közelebbről megnézve azért látunk ilyen szigetszerű foltokat az erdőben, ami nem más, mint a tényleges használatnak az emlékei, és pedig a helyi indián lakosság használja ezt az esőerdőt úgy, hogy időnként felgyújt belőle kis darabokat, ami aztán visszaerdősül. Ha még közelebb megyünk és fentről megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ahány fa, az mind más. Ez a trópusi erdőnek a különlegessége, és rögtön bejön a biodiverzitás. Egy hektáron, egy trópusi erdőbe 40-50 vagy akár még több fafaj fordul elő. Az azt jelenti, hogy megtörténhet, hogy mi egy hektáron belül minden fa más. Tessék elképzelni szegény erdésznek a helyzetét. A legtöbb fának, legtöbb fafajnak azonos a kérge, a levél formája olyan hosszúkás, szinte egyforma, úgyhogy szegény erdészek azzal foglalkoznak, hogy belevágják a fejszét és nyalogatják a nedvet, ami kijön belőle, és az íz alapján tudják legjobban megkülönböztetni, mert hihetetlen nagy a faji változatosság, de ez a morfológiai bélyegekben nem olyan feltűnő. Az viszont látszik, ha megnézzük, hogy a fák egy része lomtalan, éppen ott tart, hogy lomtalan, a másik az virágzik, a harmadik csak zöld, és így tovább. Tehát iszonyú nagy, hát nem összevisszasság, hanem diverzitás uralkodik itt. Azt is mindenki tudja, hogy ezeknek az állományoknak a szerkezete olyan, hogy aránylag kevés, kiemelkedő óriásfa van. Hogyha így az út széléről nézzük, csak onnan lehet ilyet fényképezni, akkor azt látjuk már, hogy alacsonyabb koronaszinten teljesen záródik, és innen nézve úgy tűnik, mintha belső cserjeszint lenne, és ott biztos belül nagyon nehéz menni, biztos macsere kell hozzá, hogy tudja közlekedni. Szó sincs erről, mindjárt mutatok képet. Először is, nagy fa, igazán nagy fa, nem is olyan sok van. Ez nagynak tűnik, azt hiszem cedrela fa. Nagynak tűnik azért, mert ugye szélesebb, mint amit egy ember át tud karolni. A helyzet az, hogy ez jó rész csak gyökér terpesz. A hengeres fa az 4-5 méter magasságban válik láthatóvá. Itt lehet látni, hogyha 4-5 méter magasságban elvágom a fát, akkor még mindig látszódnak a gyökérterpeszek, ami a fáknak a hasznosítását rögtön bekorlátozza. És ugye azt jelenti, hogy mielőtt kivágom a fát, először egy állványt kell építenem, hogy ott tudjam kivágni, ahol egyáltalán bírok vele, hogy a motorfűrész elég hosszú, hogy át tudjam vágni. Ezt a képet is jól ismerjük. A fák koronája és a törzse is gyakorlatilag tele van epifitákkal, fánlakó növényekkel és a hozzátartozó rovarokkal természetesen. Tehát az, amit a közép-európai erdőkről ismerünk, hogy az erdőbe bemenve rengeteg fajt látunk változatos összetételben, az az esőerdőben nem a földön van, hanem fenn van a fák tetején. Fölköltözött oda a biodiverzitás. Ezeknek a fajoknak egy része hazánkban is elérhető, ez egy bromélia, különböző fajait lehet kapni a kertészetekben, nagyon szép virágja van. Sajnos, ami a virágokat illeti, semmit nem lehet látni belőle az esőerdőben mászkálva, mert olyan magasan fent vannak, hogy egyszerűen nem érvényesül. Ha így van a virágokkal, akkor így van az ikonikus fajokkal is. Ez ebben a fotóban csak az érdekes, hogy a helyszínen készült, és megitta a kólámat. Utána izgultam, hogy a pohár, amit elhasználtam tovább, esetleg ebben a papagájbetegséggel megfertőzik. Igen, izgultam egy kicsit, de aztán nem történt semmi. Ez csak érdekesség kedvéért, így hecnek betettem egy ormányos medvét. Mindenféle van, de erről majd Pósza kolléga részletesen fog beszélni. Na most, tehát mit mondhatunk az esőerdő biodiverzitásával kapcsolatban? Azt, hogy iszonyatos energiabevitel van mennyiségre, ugye a napfény folyamatosan rendelkezésre áll, bőséges a vízellátás, meleg van,
és a bolygatás aránylag, legalábbis természetes körülmények között aránylag csekély, mert ritkán kerül sor arra, hogy odaérnek megint az indiánok. Mindjárt fogom mutatni, hogy mit csinálnak az indiánok. Na most ennek következtében, hogy csekély a bolygatás, és magas az energiabevitel, az evolúció aránylag gyors és magas specialistáknak kedvez, tehát olyan fajoknak, amelyek a kialakult környezethez, a mikroklímához, a folyamatos esőzésekhez hozzászoktak. Hogy ez hogy néz ki talajszinten, erről azért egy szót ejtsünk, mert ez az egyik döntő dolog, amiért aggódni kell az Amazonas miatt, ez pedig a talaj. Nincs avar, nincs humuszréteg. Talán van közöttetek valaki, aki már látott talajszelvényt Közép-Európában. Ugye mindig van egy 10-20 cm felső talajréteg, attól függ, hogy milyen jó a talaj. Ez lehet méteres, sőt, csornán 2-3 méter vastag fekete réteget találunk. Az esőerdőt megnézve semmi nincs. Üres. Hogy lehet ez? Iszonyatos mennyiségű csapadék hullik ittől, ez a fénykép készült, 2800 mm per év. Folyamatosan esik. Ez azt jelenti, hogy minden felszabaduló szerves anyagot azonnal elfogyasztanak a rovarok és a gombák, és ami abból mineralizálódik, ha a gyökérzet nem tudja fölszedni azonnal, vége, kimosódik. Szélsőséges példát mutatok itt. Ez ugye nem az Amazonason van, ez Új-Kaledóniában készült, de jól látszik, hogy az egyetlen, ami nem megy le, az az alumínium, ugye az ott ezt a piros színt okozza, és Magyarországon is vannak ilyen terrarosszák, ez trópusi eredetű, ugye, ahol a bauxitbányák vannak, az is ugye alumínium vegyszer. No, akkor térjünk az emberre, ugye itt van az ember csónakázik a Napó folyón, ami az Amazonasnak egy oldal ága. Hát ezek már kissé európaizálódtak, annyiban, hogyha fehér ember jön, akkor gyorsan fölvesznek valamit. Hát egyébként nem. Mit csinálnak? Egy olyan hektárnyi területet letarolnak. Most ugye a civilizáció áldása azért már ott van. Ezek már nagyrészt motorfűrésszel mellmagasságba kivágott fák, ahogy nálunk a cigányok szokták kivágni a fákat motorfűrésszel. Azelőtt héjaszást alkalmaztak, tehát kőbaltával nem vágtak ki egy fát se, de viszont le lehet a héját pucolni, és abban meghal a fa, úgyhogy megvárták, amíg elszárad. Na, a lényeg az, hogy felületesen leégetik a területet, és még abban az évben a fekvő fák között elhelyezik a terményt, itt speciál jamgyökér van. A Yanomami indián törzs területén vagyunk. Na tehát az 5 év elmúltával máshova kell menni, máshova kell felégetni egy területet, és ott, amit felhagytam, ez az első év felverődött növényanyaga, ami azért tud felverődni, mert ott vannak a szomszédban. Oda viszik a rovarok, a kolibrik, a kisemlősök és így tovább az anyagot, és azonnal felverődik. Ez egy zárt kör, itt probléma nincs. Nos, ez a felvétel szintén 86-ban készült, amikor a Transamazonika mentén, ez még brazil területen van, már kezdtek telepesek letelepedni, de mi itt még csak kis telepeket látunk. Ilyen felvételt is tudtam már csinálni, ez már a perui határt átlépve az Andeszek előhegyein, inkább elődombjainál készült. Sejthetjük, hogy ez azóta kiteljesedett, és hogy hogyan, körülbelül így. Ez szerint az üzenet szerint, amit ugye július végén kaptam meg, a Jair Bolsonaro kormány uralkodása óta, abban a 7 hónapban a terület növekedés, az erdőirtások terület növekedése percenként 3 foci pályát jelent. Percenként. Amit az Amazon erdejéről kell végül mondani, összességében azt kell tudnunk, hogy tehát az élőfa készlet nem olyan túlságosan jelentős, és a növekedés is lassabb, mint Közép-Európában. Ezt nem tudom bizonyítani itt most így, képet is tudnék mutatni hozzá, de most nincs rá idő. Humusz a talajban nincs, irtás után megváltozik a mezoklíma, mikroklíma, ennek nagy ökológiai jelentősége van. Gyakorlatilag ezek a specialista fajok, akár növények, akár állatok, nem találják meg a helyüket az irtáson.
Ezáltal gyakorlatilag az erdő felújulása is lehetetlenné válik, hogy mi alakul ki, azt ezen a képen szeretném bemutatni. Talán nem is baj, hogy egy kicsit halvány a kép színe. Láthatjuk, hogy tragikus állapot, már föladta a paraszt a területet, mert a táperőt kivonta belőle a gyakori szél. Na most, ahol tudnak trágyázni, ott lehet eukaliptusz ültetvényt csinálni. Ez az esőerdők atlanti partvidékén készült ez a felvétel. 7-8 éves korban kiszokták termelni, és ezt cellulóznak megy tisztán, tehát nem kell nagy rönköket. Gyorsan feldolgozó kis gondolkozható rönkökre van szükség. Hogy néz ki a terület, az látható, és ez azért elég ellentmondásos avval a diverzitással szemben, amit az előző képeken láttunk. Az első tanulságra nem szeretnék nagyon részletesen kitérni, csak annyit mondanék, hogy oxigén termelésre, felszabadulásra a légkörbe akkor számíthatunk, hogyha a szén közben, a megkötött szén, az vesztek marad, tehát nem bomlik el széndioxid formájában, nem kerül vissza a légkörbe. És ezt elsősorban mocsarakban és a tengerben kapjuk meg. Tehát az Amazonas erdei ilyen tekintetben nem játszanak szerepet. A széntárolás, ha hektáron nézem, kisebb az Amazonas erdeibe, mint a jól kezelt, volumenre kezelt közép-európai erdőkben. Tehát kevesebb. Ami probléma az, hogy óriási a terület, hogy kb. 2,5-szere az európai erdők területének csak az Amazonas esőerdő része. Azt is láttuk, hogy a mezőgazdasági hasznosítás véges, és ennek a biodiverzitásnak az elpusztítása helyrehozhatatlan évezredekre, amiatt, hogy megváltozik a talaj, megváltozott a klíma. Egy utolsó pont még a lakosság felesleg letelepítése mellett egy további kérdés, ami talán valakiben egy szempontot előhoz, ez pedig az, hogy a terület biztosításáról is szó van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy a Jair Bolsonaro szorgalmasan telepíti be a brazil Amazonas területnek ebbe a részébe, a nyugati felébe a telepeseket ide, itt külön erre a célra három szövetségi államot hoztak létre a határ mentén. Azt azért látjuk, itt halványon látható, a szomszédos államok is belenyúlnak az Amazonas medencéjébe, az csak egy új fejlemény, ott is már. Például a Peru viszonylatában látjuk a tüzeket, Venezuela, aztán a Gineák, Kolumbia még egyelőre nem lakottak. De ezek a területek is lakottak lesznek, és fölmerül a kérdés, hogy szemüket rávethetik erre a keleti, nyugati részre, medence részre, ugyanis ez nem járta a portugál gyarmatosítóknak, nem tudom, ki ismeri a Tordesillasi szerződés ügyét, amikor a pápa eldöntötte, hogy meddig gyarmatosíthatnak a portugálok. És ez jelölte ki tulajdonképpen Brazília tengerparti határát. A helyzet az, hogy ezek a huncut portugálok fogták magukat, és a kontinens belsején behatoltak olyan területre, ami nem járt nekik. Ez úgy néz ki, hogy ez a délkör, az 50. nyugati délkör, ez körülbelül így húzódik. Látjuk, hogy tengerparton ezt elfoglalták a portugálok, de gyakorlatilag az Amazonas medence jó része beleesik a spanyol gyarmatosítóknak az övébe. Erre a szerződésre még mindig hivatkoznak, most legutóbb az indonézek hivatkoztak rá, amikor megszállták a Új-Guineának a nyugati felét, hogy volt egy ilyen szerződés. Nem lehet tudni, hogy ezek az államok pontosan a népesség felesleg elhelyezése értekében nem akarják ezt a lakatlan területet meghódítani maguknak. Rektor úr, a kérdésem az, én befejeztem. A biodiverzitással kapcsolatban van két diám. Belefér még? Jó, akkor én csak két diát mutatnák be a biodiverzitás jelentőségére vonatkozólag. Ez egy rendkívül primitív ábra arról, hogy hogy zajlik az életrendszerében a szénkörforgalma. Ugye bejön a CO2, a kloroplasztok ugye elvágják a CO2-t, kétfelé leválasztják belőle a szenet, aztán majd egy nagyon bonyolult Calvin-ciklus reakció sorozat keretében ugye csinálnak belőle szénhidrogént, és kibocsátanak fölösleges oxigént meg vizet.
ez a mi oxigénünk, amit belélegezünk már sok millió év óta, az összes szárazföldi lény ebből él. Na most a táplálékháló további részében, itt nagyon le van egyszerűsítve az egész, csak CO2 kibocsátás zajlik, több oxigén nem keletkezik, csak CO2 végig. Na és aztán, ahogy elhalnak ezek a szervezetek, ugye a lebontók beviszik a holt fosszilis, részben fosszilis, részben pedig csak holt humuszanyagba, ugye először a talajfelszínen, aztán az majd lekerül a mélybe. Na most, tehát ez a folyamat, látjuk, hogy itt egy jelentős oxigén beáramlás, és ezzel azonos jelent mennyiségű széndioxid kiáramlás zajlik. Nézzük meg a következő ábrát, mi van. Ahol mi egy nagy változást okoztunk, az az, hogy a reszintetizáló fajok esetében a természeti fajok nagy részét visszaszorítottuk, meg visszaszorítjuk még most is, ugye a tengeri élőlényektől elkezdve az esőerdő lakóig mindenkit. Ezzel iszonyatos széndioxid mennyiséget bocsátunk ki, és hőt, és továbbra még a fosszilis tartalékból is megy a széndioxidba bele, az a széndioxid, ami ebből szabadul fel, a fosszilisból. Tehát a humán konzumció ezt állítja elő, és akkor mi van a biodiverzitással? A biodiverzitás itt vált vesztessé ezen a ponton, amikor bekorlátoztuk a számunkra nem fontos fajoknak a körét, és azokra koncentráltuk, amikre mi vagyunk fontosak. Én úgy érzem, hogy ezt biológiai rövidzárlatnak nevezhetjük, amelynek a vesztese a biodiverzitás, és szeretném, hogyha erről beszélnénk is. Visszaadom a mikrofont. Köszönöm szépen, most úgy mennénk.